Hivatkoztam egy mondatra, amit az egyik közleményben olvastam, ami lejött a média néző nevű sajtó figyelőnkbe, ami valahogy úgy hangzik, hogy a magyar filmgyártás egyik legszínesebb ágazata az a magyar animáció, és én azt mondtam az előadásomban, nem az egyik, hanem a legszínesebb. És hát ez elég ránézni a kiállítási térben látható képanyagra, hogyha ugyanennek a helyén a magyar filmgyártásnak a képei lennének jelen, akkor is az ember körültekintve kicsit távolabbról nagyjából hasonló képek százait látná. Itt pedig azt látja, hogy minden kép egészen más. Tehát ha nem is értékrendet veszek alapul, ezen csak a változatosságot, mint jellemző műfaji jellemzőt, akkor azt kell mondanom, hogy a színesség az alapvetően meghatározó. Az más dolog, hogy a kiállítás az egyenletes mércével mér, tehát úgy csinál, mintha ez a 100 év egy egyenletes folyamat lenne, ahol mindig nagyjából egymás után ugyanannyi remek mű született. Hát ez nem így nézett ki a valóságban, hanem volt egy mondjuk Gauss görbéhez hasonlítható, egy ilyen harang alakú görbéhez hasonlítható fejlődési folyamat, ami az elején, hát a nézőkedvéért innen mutatom, az elején nagyon lassan indul, ritkán van teljesítmény, 1914-ben tessék gondolkozni, és egészen a 40-es évek vége felé, vagyis az államosításig még nem is nagyon emelkedik ez a dolog. Majdnem mindig csak reklámfilmek készülnek. Néhány őrült próbálkozik valamivel, rendszerint nem sikerül neki megvalósítania. De államosítással beindul ez a folyamat, és aztán köszönhetően egy bizonyos Matolcsy Györgynek nevezett embernek, akit kineveztek akkor az animációs, először csak osztály vezetésére, aki egy olyan csapatot hozott össze, amiben én is belekerülhettem, ami nagyon tágan értelmezve egy nemzedéket foglal össze, ebben a tizenvalányban született Maskási Gyula ugyanúgy benne van, mint az 51-ben született Orosz István. Attól volt egy nemzedék, hogy egy időben voltak aktívak. Pontosabban szólva, Maskási Gyula legjobb filmjeit a 60-as évek elején csinálta, és 10 év múlva már Orosz István, vagy közel 10 év múlva Orosz István is megjelent a világot jelentő stúdióban. Úgyhogy ez egy egészen kivételes sűrítménye volt ennek a szakmának az az időszak, és hát a dolgok természetéből következik, hogy a kapitalizációval ugye az állami támogatás hihetetlen mértékben lecsökkent, és ettől ugye megritkultak megint a filmek. És az is fontos megemlíteni, ez mutatja az analógiát a nyugati mintákkal, hogy a MOME-nak és egyáltalán az oktatásnak, mondhatnám én a Budapesti Kommunikációs Főiskolát is például, de a MOME mégiscsak kiemelkedik ebből a körből, hogy megnő a jelentősége attól, hogy ott garantált a filmek támogatása egyfelől, másfelől pedig, hát főleg a diplomafilmekre gondolok, másfelől pedig arra, hogy az a technikai bázis, amivel rendelkezik maga a számítógép, mint technika, az a főiskolai munkának egy nagy segítséget jelent. A stúdiókban ez nem mutatott akkora változást, egyszerűen emberi munkáról átálltunk a gépi munkára. Az, hogy a főiskolások megcsinálhatják a diplomafilmjeiket, ez azt mutatja, hogy ők vannak igazából véve a centrumban most, és ők mutatnak irányt másoknak. Tehát amikor a végén látom a sok változatos képet, ami tulajdonképpen sok pici filmecskének, tehát egy-két perces filmnek egy-egy képe, az nem mennyiségében azonos értékű a nagy időszak nagyobb terjedelmű filmjeivel, hanem mutatják, hogy most ők vannak a centrumban. És ez így is van, mert nem Fülöp József, hanem az elődje, Kopel Gábor, aki a korábbi rektor volt, ő mondta nekem néhány évvel ezelőtt, hogy képzeld el, az animáció valóságos húzó ágazattá vált. Ez azt jelenti, hogy az én időmben, amikor én ott tanítottam, volt 15-20 jelentkező, ma több százan jelentkeznek erre a szakra, pedig ugye a művészi önmegvalósításnak amúgy lelassult a lehetősége, mert a nyugati minta is azt mutatja, hogyha valaki elvégzi a ottkint college-ot, vagy itt az egyetemet, utána rendszerint vagy az iparba kell betagozódnia, vagy pedig a névtelen számítógépes animációnak lesz a kivitelezője. Nagyon sok reklámot, egyebet látunk, ugye minden egyes portál használ ilyen különböző animációs elemeket, tehát munka van bőven, de az a fajta
ami a reneszánszra jellemző volt, hogy a művészt ismerik is, tudják, hogy kicsoda, és hányan emlegetik, meg hivatkoznak rá. Hát az bizony most éppen nem áll. Egy-egy névre talán igen, mondjuk a közelmúltban M. Tóth Géza, most pedig Bucsi Réka, a fiatalok közül úgy említődik, de hát azért a többiek nevét nem nagyon ismerjük. Az animációs műfajnak a folyamatos változása az több ponton tetten érhető, és mindig különböző hatásoknak az összecsengéséből alakul ki. Az animáció maga egy eléggé, hogy is mondjam, technikaorientált műfaj, ahol mindig is fontos volt az, hogy milyen technológiai eszközök kellett animációt készíteni. És az is jellemző volt az animációs alkotókra mindig, hogy megpróbálták mindig a kortársaikat, vagy elődeiket kicsit túllicitálni, és olyan módon csinálni animációt, amit soha korábban nem történt. Olyan eszközökkel, olyan képzőművészeti, vagy olyan filmes eszközökkel dolgozni, ami soha korábban nem volt. Tehát, hogy ez önmagában adódik már, hogy egy innovatív szemlélet jellemző az animációs alkotókra. Manapság, amikor a digitális kultúráról beszélünk, vagy digitális korszakról, annyira felgyorsult a mozgóképnek az elterjedése, és ezáltal az animációnak is a különböző területeken való túlnyomó többsége, és annyira változik és erősödik az animációk a felhasználása, a tudományos szimulációtól kezdve oktatáson át, videójátékoktól, különböző okostelefonok interfészéig, ami azt jelenti, hogy az animációt tekintve nagyon-nagyon sokszínűség uralkodik, ami nagyon jó. Mi próbálunk ebben a sokszínűségben valamilyen módon egy értékelvűség alapján a hallgatóink számára, hogy is mondjam, perspektívát mutatni, ami egyrészt próbál arra alkalmat találni, hogy az animációt bemutassuk nekik, de várunk arra, hogy ők erre reflektáljanak, és abban segítsük őket, hogyan tudnak így önállóan gondolatokat, helyzeteket és akár történeteket elmesélni, azokat megteremteni. Tulajdonképpen animációt vagy a filmkészítést azt úgy lehet elsajátítani, hogyha folyamatosan csinálja valaki. Ezt mai divatos kifejezéssel a projekt alapú képzésnek szoktuk elnevezni, mert ez arról szól, hogy minden egyes szegmens az oktatásnak rögtön arról próbál tanúbizonyságot adni, hogy valamilyen feladatot, egy kicsit vagy egy nagyobbat, filmet kell csinálni, és ezt sokszor közösen csinálják a hallgatók, mert egymás munkáját így tudják jobban segíteni. De igazság szerint ez a bizonyos együttlét, vagy műhely munka az azért is fontos, mert nagyon sok olyan tudás van, amit a hallgatók egymással, hogyha arról folyamatosan beszélgetnek, együtt vannak, akkor ezt egymáson tudják erősíteni. És ma már egy korszerű egyetemi oktatás nem arról szól, hogy van egy tanár, aki, vagy van egy mester, aki egy egyirányú tudás átadása mindent elmond, kinyilatkoztat és elmondja, mi a lehetőség, vagy mi az, amihez igazodni kell, hanem sokkal inkább az válik uralkodóvá, és nekem ez szimpatikusabb irányzat is, hogy az oktatók azok nem feltétlenül professzorként vagy mesterként, hanem inkább egyfajta, ha nem is társalkotóként, de mindenképpen egy párbeszédnek a részeseként van a hallgatók együtt. És ilyen tekintetben, ahogy hogy kialakulna egy ilyen vertikális rendszer, van egy horizontális együttműködés, ahol az együttlét, a közösség, oktatók és hallgatók, hallgatók és hallgatók között nagyon eredményes tud lenni. És ennek a körülményrendszerét, hogyha meg tudjuk teremteni, akkor nagy fél siker. A magyar animáció 100 éves történetéből a 35 év az a Mumival közös. Az elmúlt 35 évben mi a Pannonia Filmstúdióval kezdtük el a munkát, ami annak idején nagyon korszerű vállalás volt. Együtt kezdtünk egy oktatási programot, ezt ma, hogy is mondjam, ilyen népszerű kifejezéssel duális egyetemi oktatásnak neveznék. Ez azt jelenti, hogy az akkori hallgatók, többek között én is, a fél életünket a Pannonia Filmstúdióban készítettük, ott töltöttük és ott csináltuk a dolgainkat. Tehát egy ilyen tekintetben van egy erős tradíció, és mi szeretnénk azokat a legjobb hagyományokat továbbvinni, ami a magyar animációnak és így a Pannoniának a sajátja volt. És ilyen tekintetben nagyon büszkék vagyunk arra, hogy részese vagyunk a 100 évnek. Az is nagyon jó érzés, hogy fontos szerepet játszunk be a MÁ-ban, azon kifejezetten inspirál, jövőre is befolyással lehetünk. Tehát megpróbáltuk részleteiben feldolgozni ezt a kiállítást, de 100 évet nem lehet egy ekkora tárlaton, még hogyha egy elég nagy termet is kaptunk bezsúfolni, ezért igazából csak felvillantani tudja ezt a nagyon-nagyon gazdag történetet. Próbáltunk tényleg egy minél szélesebb bemutatási terepet biztosítani ennek a történetnek, kezdve a tablókkal, amik ugye képes szöveges tablók, és egy kicsit elhelyezik a korban az adott filmeket, alkotókat, magát az animáció műfaját, vannak itt eredeti tárgyak, amik a technikát hivatottak képviselni, hogy mi az a cell animáció, mi az a stop motion animációnak, milyen verziói vannak a báb film, papírkivágásos film, mint ami a Frak sorozat volt.
Van itt egy kréta animációs táblánk, amit Csáki László, aki ma ezt a műfajt képviseli, de ez volt az egyik legelső animációs technika, amivel dolgoztak az első kísérletezők, akik trükkfilmet akartak készíteni. És hát a harmadik nagyon fontos eleme ennek a kiállításnak az a mozi, ahol maguk a filmek is megtekinthetők. Nagyon korai filmek, tehát van itt az első világháború utánról film, ami az egyik első, ami fennmaradt magyar animációval, az Vértes Marcellnek pont ezek a kréta rajzfilmjei, és a legújabb filmek itt, tehát amik most születnek, akár diplomafilmek, akár tévésorozatok. Az utóbbi pár évnek az érdekessége, hogy a legsikeresebbek azok a diákfilmek nemzetközi fesztiválokon, mondjuk az utóbbi 10 évben. Ők kapnak lehetőséget, hogy kísérletezzenek magával, műfajjal, technikával, és viszonylag szabadon megrendelő elvárásoktól, nézői elvárásoktól függetlenül akár. Az utóbbi három évnek a sikere, vagy animációs sikere, az két diplomafilmhez köthető, ez az egyik a Nyuszi és Őz, ami több száz fesztiválon kapott díjat, már a másik pedig az Oscar előválogatóba is bekerült Symphony numero 42. A Nyuszi és Őzzel Vácz Péter filmjével az a szerencsénk, hogy ő is egy kézműves technikát választott a filmjéhez, tehát el tudtuk hozni magukat a tárgyait a filmnek, a báb őszt és a papírból kivágott nyuszikat. Kicsit kalandos úton jött haza, mert hogy Péter már Berlinben él és dolgozik, úgyhogy onnan kellett hazaküldeni egy barátjával repülőn, úgyhogy itt a reptéren volt az adásvétele a figuráknak, amiket nagyon-nagyon értékesek, mert hogy ez az egy őz van belőlük, úgyhogy ez is itt figyel egy tárlóban a TV Maci környékén. Eredetileg a Mafilmnél kezdtem, ilyen diszletfestés és trükkfilm csoportnál, és nekik köszönhettem, Sárközi Bandieknak, hogy protekciót szereztek nekem, hogy a Pannonia Filmstúdióba felvételizhettem. Mert akkoriban úgy volt, hogy egy évig vagy két évig nem volt felvételi lehetőség, és akkor meghirdettek egy felvételit, hogy 60 emberke felvételizhet, és meg is mondták, hogy ebből 6-ot vesznek fel. És amikor én elmentem erre a felvételire protekcióval, tudtam meg, és úgy gondoltam, hogy nekem van egyedül protekcióm. És közben kiderült, fészkes fenében, mind a 60-nak protekciója volt. Tehát ennyire egy zárt műfaj volt ez, de a Pannoniába csak bekerülni volt nehéz, mert ha valaki oda bekerült, akkor egy olyan biztonságban érezhette magát, mi vagy egy államilag támogatott stúdió volt, hogy akkor azt mondta, hogy innen megy nyugdíjba, nem követel valami nagy ostobaságot. És lényegében, amikor én oda kerültem 68-ba, bekerültem a 6-ba, és akkor lényegében végigjártuk az egész ranglistát. Tehát operatőr mellett voltunk, kifestést, fázisrajzolás, kulcsrajzolás, animációt is megtanultuk, és ebből a 6-ból mindenki ott állt meg, ameddig volt neki ambíciója, vagy amit ő nagyon szeretett. Nem mindegyikünk lett aztán rendező. Aki egy kicsit aktívabb volt, vagy valami elképzelése volt a továbbiakból, az egy idő után beadhatott egyedi film tervet, és ha azon is túljutott a házi zsűrin, akkor esetleg el tudott készíteni egy egyedi filmet, és később esetleg még rendezőnek is kinevezhették. Fantasztikus volt, hogy itt Gémes Józseftől, Jankovics Marcilig, Kovásznai Rejzeműkkel, Rihli Zsoltól, Szoboszlai Péterig, Ternovszki Béláig, szóval itt valami annyi stílusú ember került össze, és művelte a műfajt, tehát csinálhatott filmet, tehát ezeket mi mind láttuk. És én akkor ezt nem tudtam, hogy egy micsoda aranybányában dolgozhatom. Mikor kikerültem külföldre, és akkor vettem észre, hogy hát ilyen stúdió lényegében nem létezik a világon. Egyedül egy van mai napig is szerintem, a National Filmben, ahol ennyiféle stílusú ember találkozik, és együtt tud dolgozni. Ez egy olyan inspirációt adott az embernek, hogy lényegében nálam is eldőlt akkor, csak még nem tudtam, hogy mi lesz az a stílus, amit én ki szeretnék magamnak találni, mert azt láttam, hogy,
a hagyományos animációt sokkal jobban művelték nagyon sok kollégám. Tehát én azt nem akartam ugyanúgy megtanulni és abba versengeni, hanem azon törtem a fejem, hogy mi az, amit én is ki tudok találni, ami olyan egyedi lenne, mint akár Kovásznai, vagy akár Jankovics Marcellnak az egyedi filmjeiben, amiket mi láttunk, vagy Gémes Józsefnek a festmény filmjeibe. Szóval valami font, minden nap egy élmény volt számunkra, és nekem ez ott dölt el, mikor a fiatal tehetségeket összegyűjtötték, tehát a neppék utáni generáció, ez a bizonyos hatból meg még hozzánk csapódtak, még fiatalabbak, akik jöttek, mint a Hernádi Tibortól kezdve, Orosz Istvánig. Itt még Somogyi Győző is készített egyedi filmet, ami egy fantasztikus élmény volt vele dolgozni. És ezeket a fiatal, hát mi úgy hívtam akkor fiatal hőbörgök, mert azért mi ottan dübörögtünk, mert már akartunk nagyon egyedit csinálni. És akkor Sarusinski Miklós egy zseniás ötlettel jött, amit Matolcsi Györgyön keresztül kivitelezhetővé tette, hogy a fiatalok műteremét, négyes műteremnek hívták, ezt összegyűjtötték. És lényegében én ott adtam be a Légy című filmet is, és iszonyatosan szerencsém volt, mivel nagyon sokszor zenét hallgattam, tehát mindig kellett nekem zenei élmény, és a Pink Floyd lemezt hallgatva jött az ötlet. És lényegében én akkor találtam ki a szubjektív kamerát, vagy most magyarul mondva a háttéranimációs filmet. Tehát azon meghatározom, tehát az volt az a pont, amikor én erre rájöttem, és hogy én ezt a filmet lényegében elkészíthettem, ezt Hankis Elemérnek ebben nagyon nagy szerepe volt, mert ő támogatta és pártolta, hogy ebből legyen valami, mert akkoriban az volt a művészeti tanácson az, hogy én túljutottam, hogyha meg tudtam mondani, hogy ki az a Légy és ki az, aki kergeti. Mert ha ezt meg tudtam magyarázni, akkor lényegében meg volt rá a pénz, és akkor nyugodtan meg tudtam csinálni a filmet. Ma ez pont fordítva van, hogy nem kérdezik meg, hogy ki a Légy és ki az, aki kergeti, csak iszonyú nehéz összeszedni rá a pénzt. Hát tényleg többször elhangzott itt a beszédekben is, hogy itt most már csak az a lényeg, hogy ha kiképzünk szakembereket, hogy azoknak legyen is munkájuk, tehát a fiatal generáció nagyon ígéretesen indultak diplomáikkal, már sikereket arattak, díjakat nyertek, és ne süllyedjenek az ismeretlenségbe, vagy pedig egy bérmunka áldatlan és lélekroboló fejlődése nem alkalmatámadó dologban részesüljenek. Tehát nekünk megadatott szerencsénkre az, hogy a reneszánsza volt tulajdonképpen az animációs filmnek, és amit feltétlen ezt szeretnék mondani, hogy miután annak idején is majdnem a televízió tartott el bennünket, esti mesékettől kezdve sűrűbben foglalkoztatták az animációs műfajt, így volt rá anyagi fedezet, hogy egész estés filmeket, rövidfilmeket készítsünk. Sok rétűeket, hiszen sok arcú rendezőink, rendezőgárdánk volt, és ez megszűnt hosszú időre, és ezzel elsorvadt a nagyon ígéretes és magas színvonalat elérő magyar animáció. Most jelen pillanatban ez egy örömteli dolog, hogy a médiatanács és ez a mecenatúra kezébe vette a sorsukat és a lehetőségekhez képest, hát a régihez képest pláne, hát beindított, hogy tévésorozatokat pályázhatunk. És reménykedem, hogy ez még ki fog szélesedni, hiszen rengeteg tehetséges gyerek van, akit tényleg kár lenne, hogyha elkalódnának. És örvendetes dolog az, hogy azért nem sietünk annyira mély vízbe, hogy még mindig a Kecskeméti, most már nemzetközi animációs filmfesztivál működik. Tehát benne vagyok a vérkeringésében még mindig, de hát ez édes kevés, ahol tartottunk, ahol tényleg a magyar animáció, hát hogy említettem, a reneszánszát érte. Mindenképpen fontos azt előzetesen elmondani, hogy a Magyar Művészeti Akadémia már a korábbi években is
támogatta a magyar animáció ügyét, kevéssé, hiszen csak egy produkció támogatását mondhatjuk el, mint valóban direkt módon támogatójúval, inkább olyan hazai és nemzetközi események, szakmai művészeti fórumokban való szerepvállalás, részvétel, támogatóként jár el a Magyar Művészeti Akadémia, mint például ez az esemény is. Ennek a közvetlen előzménye, a tavalyi évben elindult a Magyar Animáció 100 programsorozat, hiszen valójában a centenárium az a tavalyi évhez kötődően volt, és ehhez kapcsolódóan már támogattuk a hiroshimai magyar jelenlétet, ahol több tucat magyar film volt külön szekcióban vetítve, tulajdonképpen egy áttekintést kaphattak azon nemzetközi animációs filmfesztivál résztvevői a magyar film 100 évéről. Szerintem önmagában, ha valaki ismeri a magyar animáció remek műveit, nem is úgy teszi fel a kérdést, hogy miért fontos. Inkább azt lehet mondani, hogy ez természetes és kötelességszerű a Magyar Művészeti Akadémia számára, hogy ezen világszerte ismert és elismert művészeti ágat, területet támogassa ezt az alkotói kört, megemlékezzen az egykoriakról, és méltassa nem csak őket, hanem a jelenben alkotókat is. Az előadásom is nagyjából egészéből ugye ehhez kapcsolódott, hiszen azt próbáltam bemutatni részben nagyon praktikusan a végén, hogy mit csinált a Művészeti Akadémia az elmúlt 3 esztendőben az animációhoz kapcsolódóan, a magyar animáció ügyéhez kapcsolódóan, és előtte pedig megpróbáltam azt megindokolni jóval inkább elvi alapokra helyezkedve, hogy hát maga ez a vizuális nyelv, ez miért tud egyszerre magyar lenni, és ezen keresztül mégis világnyelv lenni, és miért nagyon fontos pont emiatt is ennek a területnek a magyar animációnak a támogatása.